Jó estét kívánok a Bálintházi nézőknek! Ezzel a Zoom kísérlettel azért mondom ilyen óvatosan, mert hát, hogyha ezzel ide vonzom a szerencsét, hogy ezúttal semmi sem fog szétesni, és magam is ébren fogom beszélgetni ezt a... Na, jól mondom, tehát magam is ébren fogok beszélgetni, majdnem azt mondtam, hogy ébren fogom vezetni a beszélgetést, de Steiner Kristóf rendelkezésünkre állt, és őt aztán egyáltalán nem kell vezetni, vagy a vele történő beszélgetést, amit eddig megnéztem, eléggé mennek maguktól is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél még egyszer. Én köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon örülök, hogy találkozunk. Azt tudod, hogy egyszer találkoztunk. Emlékszem, és igen, a körülményekre nem emlékszem pontosan, de amikor megláttam, hogy beszélgetni fogunk, akkor az volt az első gondolatom, hogy jaj, a Rangos Kati, mert elkezdtem gondolkodni, hogy mi hol is találkoztunk utoljára, és nem jutott eszembe, de az, hogy egy pozitív élmény volt, az abszolút eszembe jutott. Most figyelj, de nekem meg a pozitívnál is nagyon sokkal emlékezetesebb volt, nem csak pozitív, mert hogy te a Színművészeti Egyetem, akkor szerintem még főiskola, mert ez még legalább 15 évvel ezelőtt volt, az én osztályom meghívott téged vendégnek, mint a Viva TV műsorvezetője. Igen! Egészen kezdő özgével az öletben érkeztél, és olyan hihetetlenül más voltál, mint amit én elképzeltem, mert pontosan akkor kulmináltak a 90-es évek végének ezek a nagyon kereskedelmi, nagyon mosolygó, nagyon vidám, nagyon happy, nagyon erőszakoltan amerikaias, de voltak éppen ilyen nagyon kispolgári és nagyon magyar műsorvezető, és te tök más voltál, mint az én előítéletem, mert hogy én azokról gondoltam, amit gondoltam. És akkor hát ennek nagyon örülök. Igen, most már abszolút elevenen él bennem az emlék, és nagyon-nagyon jó élmény a mai napig. És hát igen, ez tény és való, hogy ezt már tapasztaltam jó néhányszor, hogy a velem való személyes találkozás az valamiért egy kicsit felülírja azt, amit az emberek elvárnak, vagy elképzelnek a találkozástól. De én mindig azt gondoltam, különösen akkor a 90-es évek, 2000-es évek elején, hogy azért az akkori média nagyon erősen kontrollálta azt, hogy kiből mekkora szeletet látunk. És szerencsére ez ma már változott, mert a közösségi médiának köszönhetően az emberek egy picit talán átvették a hatalmat a kontrollált média fölött, és érdekes, hogy akkoriban abszolút, amikor találkoztunk, emlékszem, hogy hát még a televízióban is, ahol dolgoztam, egy komoly marketing és PR csapat volt, akik meghatározták, hogy mi az, amiről beszélhetek, és mi az, amiről nem. És igen, azóta sok év eltelt, és más szelek fújnak. Na de te, valamiért az volt az érzésem, vagy akkor legalábbis azt a képest festetted magadról, mint hogyha téged nem lehetne azért teljesen irányítani. Akkor is az volt az érzésem, hogy te ott saját magadat hoztad. Amit velem könnyű volt elhitetni, mert én nagyon kevéssé néztem a Viva TV-t akkoriban még, de valahogy öntörvényű fickónak látszottál. Igen, ez abszolút igaz. Mindig megtaláltam a módját annak, hogy hallassam a hangomat, és mivel akkoriban élő műsort vezettem a Viva TV-n, ez nem volt olyan nehéz, tehát azért meglephettem a szerkesztőimet, és elég gyakran előfordult, hogy az élőadás után egy beszélgetésen találtam magam a programigazgatóval, mert mondtam olyasmit, vagy utaltam olyasmire, amire nem kellett volna. Én azt hiszem, hogy mindig egy kicsit egyfelől valóban, ahogy mondtad, öntörvényű voltam, másfelől viszont valahogy mindig egy kicsit lázadó voltam. Mindig szerettem képviselni olyan ügyeket, amiről az emberek nem kapnak elég információt. Szóval azt gondolom, hogy a lázadásnak többféle módja lehet. Van, aki öntörvényű és abszolút öncélú lázadó. Én mindig úgy érzem, legalábbis szeretem ezt gondolni magamról, remélem, hogy igaz, majd Isten eldönti, hogy az én lázadásaim mögött közügyek állnak. És azt hiszem, hogy ez kiskoromtól kezdve a mai napig így van.
Én arra emlékszem, és aztán a közügyek azok meglepően foglalkoztatnak most is, mert hogy teljesen lenyűgözve vettem tudomásul, hogy Dúró Dóra oldalára kommenteket szoktam. Egész addig ostromlod az álláspontoddal, ameddig nem töröl, vagy nem tudom. Ki nem űz téged onnan. De ide el fogunk majd jutni, csak még visszaugranék a 15-20 évvel ezelőtti emlékemhez, hogy akkoriban Britney Spears és Paris Hilton, ezek voltak az idoljaid, olyan lenyűgözően agitáltál mellettük, hogy magam is kedvesem hozzájuk. Láttál igen. A társadalmi hátteret, és azt elkezdted ráhúzni a fejemre, és ez nagyon nem nekem akkor. Hát elnézést kéne kérte. De azért azt a mai napig tartom, hogy két aspektusa van ennek. Az egyik az, hogy én mindig nagyon szerettem olyan emberek mellé állni, akikről úgy éreztem, hogy több van bennük, mint amit a társadalom elismer, és hogy valahogy félre vannak tolva egy ilyen mellékes mappába, és az igazság az, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején szerintem mindenkinek egy picit elege lett a klasszikus, populáris kultúrából, és kialakult egy ilyen underground széna, ami a mai kicsit ilyen hipster generációnak ágyazott meg, és volt az az időszak, hogy cikik voltak ezek az emberek, a Paris Hilton, vagy a Britney Spears, vagy akár Madonna, és én pedig még pont belecsúszok abba a kategóriába, aki bár ebbe is nagyon benne vagyok, ebben a picit hipster generációban, de azért én még nagyon közel állok ahhoz is, amikor a populáris kultúra ilyen ikonokra volt felépítve, akik tulajdonképpen showgirlök voltak, és a színházban valahol ez abszolút elfogadott volt, tehát az, hogy valaki egy Broadway showban kiáll egy színpadra, és ő egy showgirl, az egy csodálatos dolog volt, de amikor ez elkezdett beszivárogni a hétköznapi életünkben, és a showgirlök megjelentek a hétköznapi életünkben, akkor nagyon sokan kicsit ilyen kultúrsznobizmussal viszonyultak hozzájuk. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy én a showgirlöknek a fogadott prókátora vagyok, és kicsit érveltem mellettük. De azért ugyanakkor az is nagyon benne volt ebben a történetben, hogy szerettem olyan dolgokról beszélni, ami nem elfogadott minden körben. A nagyon kulturális, kicsit, hogy mondjam, mi erre a jó szó? Kicsit snob, kicsit elitista? Hát nem akartam a snob szót használni, de igen. Tehát, hogy ebben a helyzetben szeretem képviselni a szemét, bulvár kultúrát, relevanciát adva neki, és amikor valaki a nagyon szemét bulvár kultúra irányában van elkötelezve, akkor szeretem kimutatni neki a másik oldalt. És azt hiszem, hogy ez az életem minden területére igaz. Egyébként még valószínűleg hozzáadott a lendületet ez az is, hogy ez a színművészeti egyetemen volt, ahova te tulajdonképpen színészként felvételítettél a korában, és hogy televíziós riporter tanulók, meg műsorvezető tanulóknak tartottál ott előadást, miközben te már két voltál, te már réges-régen gyakoroltad ezt a foglalkozást, de hát azok mégiscsak ott három felületen keresztül törték magukat, és számtalan ilyen velőtrázó tesztet töltöttek ki, hogy bekerülhessenek. És te meg jöttél, és kiráztad az egyik kezedből Paris Hiltont, a másikból kapott itt, hogy lenyűgözzél bennünket, de le voltunk nyűgözve. Az az igazság, hogy le voltunk nyűgözve. Hát ennek nagyon örülök, mert szerintem ez mindkét oldalon nagyon-nagyon igaz. Tehát én nagyon nagyra értékelem azt a típusú edukációt, amit a színművészeti főiskola képviselt akkoriban, és képviselt nagyon sokáig egészen az elmúlt hetek változásaig, és még mindig hiszek abban, hogy csodálatos dolgok történhetnek ott, mert az alapvető változásunk, amin keresztül megyünk, az nem kell, hogy függjön a rendszertől, ami körülöttünk van. Mindenhol meg lehet találni a fejlődési lehetőséget, de én őszintén...
Isten, jól meg voltál nélküle. Így van. Tehát tényleg én néhány évvel később, amikor kétszer utasítottak el a Színészeti Egyetemről, főiskolára, akkoriban a színész szakról, és én akkoriban már szinkronizáltam, utána jött a tévés munka, elkezdtem írni magazinoknak, akkoriban már filmekben játszottam, a Budapesti Játékszínben, a Tatabányai Jászai-Mari Színházban, tehát elkezdtek jönni a munkák, és őszintén, amikor én eljutottam volna arra a pontra, hogy vállalhatok munkát a színművészeti főiskola szabályai szerint, addigra én már elég mélyen megvetettem a lábam ebben a világban. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy ez mindenkinek a saját választása. Nincs jobb vagy rosszabb, tényleg. Csodálatos dolog tanulni azoktól az emberektől, akik keresztül mentek azon, ami mi egy másik érában, és tényleg, de ugyanakkor ezekről az emberektől lehet tanulni akkor is, hogyha a saját főiskolánkat és egyetemünket járjuk ki. Na de figyelj ide, gyakorlatilag mindahhoz, amit rólad megtanultunk, akár még akkor nagyon korán, akár ami azóta fokozatosan sokféle változáson mentél keresztül, vagy az imidzsedet sokféle módon tologattad elfele az újságírástól, a könyvírástól, a sztárokért való rajongástól, eljutottál szépen a gasztro guruságig, és közben elhúztál Magyarországról, és elmentél Izraelbe, és Tel Avivban éltél. Most megérsz egy szigeten, ahogy olvastam, egy görög kis szigeten, annak is valamilyen 8 fős falujában, ez komoly? Tényleg? Ez így van, igen. Éppen most, mielőtt és megkezdtük most volna beszélgetést, a szomszédainknál voltunk, és pont arról beszéltünk, hogy elképesztő. Tényleg ebben a pillanatban 8-an vagyunk a faluban, és nem is úgy néz ki, hogy a következő néhány hónapban bárki más bekerülne a képbe. De igen, nekem ez fantasztikus, a különböző állomásoknak a végig járása, és az, hogy ott voltam ebben a közegben, ahol minden lépésem monitorozva volt, akkoriban ezt is élveztem és szerettem. És aztán, amikor elmentem Tel Avivba, akkor azért elég sokféle motivációm volt. Egyrészt elsősorban az, hogy kiszakadni abból a közegből, amit ismerek, és amiről tudom, hogy már kiteljesedtem benne. Tehát tényleg nekem minden tisztelettel, és sokszor elmondom, tényleg semmiféle degradáló nincs benne, minden tisztelettel azok iránt, akik ott maradtak ebben a szakmában, és reggeli műsort vezetnek, rádió műsort vezetnek, hajnali 4-kor kelnek, különböző vetélkedőket csinálnak, és ott kell lenniük a stúdióban, minden tisztelettel irántuk, én ezt nem akartam. Egyszerűen rémálom volt számomra az, hogy én egy reggeli műsorvezetőjeként minden 4 percben hol a hüvelygombáról, hol pedig a közelgő húsvétról beszélgetek, és tényleg számomra ez nem jelentett inspirációt. És akkor én egy elég spirituális családban nőttem fel, a családom, a szüleim buddhisták voltak 2 éves koromtól kezdve, a nagymamám keresztény volt, ő hozzá mindig jött a papbácsi gyóntatni, volt egy lengyel nagymamám, aki annak idején a II. Világháborúban egy lengyel faluból elvitték őt vonattal, és megszökött a vonatról, egy német családnál volt szolgálónő évekig, és aztán hazafelé menett Lengyelországból Magyarországon kötött ki. Soha senki nem kérdezte meg tőle, hogy ő zsidó-e, mert egyszerűen akkor ez nem volt képben, de azért a történet eléggé úgy hangzik. És az édesapám nagyon mélyen elmerült a zsidó irodalomban, a zsidó kultúrában. Úgyhogy mire én 14-15 éves voltam, nekem Izrael egy nagyon izgalmas közegnek tűnt, hogy felfedezzem egy picit az Ábrahám vallásoknak a gyökerét, és ugyanakkor egy picit felfedezzem azt is, hogy mi ez a nagy konfliktus arabok, izraeliek, zsidók, palesztinok között. Úgyhogy nagyon élveztem. Hát több mint 10 évet töltöttem Izraelben, és függetlenül attól, hogy eljöttem onnan, mindig, néha kapok ilyen megjegyzéseket, hogy
eljöttél, nem vagy igazi izraeli többé, de az igazság az, hogy nekem ugyanúgy, ahogy Magyarországon a szívem, lelkem jelentős része, a gyökereim jelentős része Izraelben marad örökre. És hozzá kell tennem, hogy Izraelben, és Cisjordániában, és a palesztin autonómia területein, mert számomra ez a hőn szeretett közeg, ez egy nap meg kell, hogy találja a békét. Nagyon szépen mondtad. Akik ezt nézik, azok megállapítják ebből, hogy te nem vagy igazi zsidó. De ott volt, ugye? De nem vagy igazi zsidó, szerintem legalábbis. Igen, ezt nagyon gyakran megkaptam Izraelben. Mindig az volt a probléma, hogy én nem vagyok elég cionista a nagyon sok izraelinek, viszont ugyanakkor nem vagyok elég palesztin, pro-palesztin, nagyon sok palesztinnak, mert azt gondolják, hogy az a helyzet, hogy én Tel Avivban éltem, hogy beszéltem a város kultúrájáról, szépségeiről, és a mai napig beszélek róla, hogy sokan ezt úgy értelmezik, hogy én választok egy oldalt. De a helyzet az, hogy én embereket látok, és történeteket látok, történelmet látok, és nem értem ennyi év után sem, hogy miért kellene választanunk. Nyilván, amit elítélek, az az extrémitás minden oldalon. Mindegy, hogy ez melyik vallási csoporthoz, származáshoz, politikai meggyőződéshez tartozik, amikor valaki szélsőséges olyan szinten, hogy a másik szava számára semmit nem jelent, azt nem tudom sajnos elfogadni, de minden mást igen. Egyébként a párbeszéd készséget megtapasztaltad az eddigi 39 évedben? Mindenképpen. Én nagyon hiszek az emberek kommunikációjának erejében. Azt kérdeztem, hogy megtapasztaltad-e? Tehát, hogy mekkora... Igen, abszolút. Én elég sokat jártam a palesztin fennhatóság területein, és nem csak Betlehemben, ahova a legtöbb turista eljut, hanem voltam Nablusban, Jerikóban, Ramallában, és a beszélgetéseim, megmondom őszintén, soha nem volt olyan beszélgetésem Palesztinában, hogy bárki elítélte volna az izraelieket vagy a zsidókat. Mindenki, aki bármiféle kritikát fogalmazott meg, az aktuális politikai vezetőséget hibáztatta mindkét oldalon, tehát nem kizárólag az izraeli oldalon. Az emberek jelentős része egyszerűen ember, és élni szeretne, és nem érti, hogy miért van az, hogy most ilyen színű útlevelünk kell, hogy legyen, most ilyen pecsétünk kell, hogy legyen, most ilyen apostil, meg pecsét, meg bélyeg, meg nem tudom, mi kell, hogy legyen a dokumentumainkhoz, és megértjük, elfogadjuk, ebben élünk, valami fajta rendszerbe be kell, hogy legyünk szorítva, de azért de azt hiszem, hogy mindannyian ébredezünk. Mit keresel Görögországban? Tehát, hogy miért mentél le a Zsófi, a Somogyi Zsófi, aki a programigazgatója a Bálintháznak, ő nagyon szépen egy igazi gondolatmenetet épített föl, és én egyet is értek vele, hogy ezt beszéljük meg veled, hogy tulajdonképpen a kivonulásnak, aminek az ünnepe közeledik, annak te egy hányszoros gyakorlója vagy a saját életedben, nagyon sokszor. Wow. És hogy most már az Izraelbe való kivonulásodat azt érintetted. De igazából azt megelőzte a saját felépített foglalkozásodból, vagy a magad számára elképzelt ilyen önmegvalósításból való kivonulás. Tehát létrehoztál egy karriert itt, és aztán kicsoktál belőle, mielőtt kiélvezted volna a fenekéig az utolsó cseppig. Miért mentél el? Mi elől mentél el? Hát nagyon-nagyon jó a párhuzam, azt hiszem, mert a legtöbb ember azt gondolná, hogy az ember azért megy tovább egy következő országban, mert jobb karrier lehetőségeket akar, vagy többet akar keresni, vagy tehát abszolút a materiális részére fókuszálnak az emberek. De a helyzet az, hogy ha már a kivonulásról beszélünk, az én személyes, spirituális értelmezésemben, amikor kivonulásról beszélünk, akkor valójában arról van szó, hogy az izraeliták
foglyok voltak egészen addig, amíg eldöntötték, hogy ők ezt nem vállalják többé. És eljött az a pillanat, amikor azt mondták, hogy minden lehetőség jobb ennél, és hajlandóak arra, hogy odaálljanak a tenger elé, és az, hogy a vörös tenger abban a pillanatban ketté vált, az valójában az emberek hitének, akaratának és bizonyságának ereje volt. És ez a mindennapi életünkben folyamatosan alkalmazható. Legyen szó arról, hogy meg tudok-e sütni egy tortát, amiről azt képzelem, hogy túl komplikált, egészen addig, hogy elköltözöm egy másik országba, és hátrahagyom a rabszolgaságom maradványait. És én azt hiszem, hogy nagyjából ezt az utat követem, hogy amikor Magyarországon voltam, annyi minden kötött a földhöz, és olyan rendszerekben gondolkodtam, ami megnehezítette az életemet. Azt gondoltam, hogy én csak egy 55 négyzetméteres lakásban lakom, ahhoz, hogy komolyan vegyenek, ahhoz 150 négyzetméteres lakásban kell laknom, és nem jó az a Ford Ka, amit vezetek, mert mindenki másnak szebb autója van, és hát nekem is fel kell sorakoznom ehhez. És egyszerűen hamar eljutottam oda, hogy azt éreztem, hogy biztos, hogy nem. Én ezt nem fogom csinálni. És elbúcsúztam ettől, Londonban és Tel Avivban átmentem egy olyan transformáción, ami 9 lakótársal éltem együtt Londonban, mindenki máshonnan származott, mindenki behozta a házba azt, ami neki tetszett, és egyszer csak az eklektika, a sokszínűség volt az, amiben megtaláltam a harmóniát, és az Izraelből való kivonulás pedig tulajdonképpen elsősorban arról szólt, hogy tudom, sokan azt mondanák, hogy jaj, milyen fiatal vagy, de a helyzet az, hogy ebben az évben elkezdtem tölteni a 40. életévemet. Tudom, fiatal meg minden, de azért mégiscsak, azért ez egy nagy fordulat, és ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy azt az életet élem-e, amiben elképzelem magam, ami valóban segít nekem abban, hogy a közös jót a legjobban szolgáljam. És én azt éreztem Izraelben, hogy nem tudom tovább szolgálni a közös jót abban a formában, mert már megőrültem az állandó konfliktus folyamatos jelenlététől, a város zajától, azoktól a munkáktól, amiket kötelességemnek tekintettem, de nem gondoltam át, hogy valóban a hitvallásomnak érzem el. És úgy éreztem, hogy készen állok erre, hogy elköltözzek egy olyan helyre, ahol egy picit a saját világomat tudom építeni. És nem volt ez a Görögország, ez egyáltalán nem volt egy kritérium. Körülnéztünk Olaszországban, Portugáliában, Cipruson, nagyon limitált volt az anyagi keretünk, és őszintén szólva az egyik legfőbb érv az volt, hogy itt találtunk egy nagyon-nagyon olcsó ingatlan, egy 22 négyzetméteres kis lakásban lakunk, körülbelül 100 méterre a tengertől, Metana félszigetén, egy vulkanikus félszigeten, ami a Föld egyik legaktívabb tektonikus törésvonalán fekszik, tehát földrengés veszélyes, és 33 vulkán veszi körül, köztük tenger alatti vulkánok, és én úgy éreztem, hogy ez az. Szóval itt találtuk magunkat itt. De nincs befejezve szerintem, nincs befejezve még ez a jövésmenés, vagy ez a kivonulás. Tehát további vonulások várhatok az életedben, nem? Elképzelhető. Én soha, tényleg soha nem mondom azt, amennyire nagyon szeretem az itteni szomszédainkat, tényleg a kistermelőkkel, a taverna tulajdonosokkal, a borászokkal nagyon jó barátságot építettünk ki, és néha megkérdezik tőlem, hogy szóval itt maradtok? És mindig azt mondtam, hogy mint a Mary Poppins, hogy itt maradunk, amíg meg nem fordul a szél. Tudok egy másik Mary Poppins idézetet, hogy megtörténhet bármi, hogyha hagyod. Úgyhogy ha akarod, beszélhetünk Mary Poppinsról. De hogy az, amit magadról gondoltál, amikor elmentél először csak Londonba, tehát az első fázisba, hogy nem akarsz 150 négyzetmétert, és nem akarsz egy sokkal-sokkal nagyobb és drágább autót, mint a Ford Ka-t, de ez a gondolat azért már szöget ütött a fejedben. Tehát, hogy benne volt az, hogy hol kéne tartania egy sikeres műsorvezetőnek
28 éves korában. Ebből kiléptél, mint egy cipőből, és átléptél egy másik létezési formába, mert az valamiért nem volt az ínyedre. De azt már tudod, hogy mi van ínyedre, meg hogy ki vagy te tulajdonképpen? Mert az, hogy szakácskönyveket írsz, azt én nagyra értékelem, mert én nagyon jól szórakozom minden szakácskönyvön, mert én egy rosszul főző öreg vagyok. Tehát, hogy neki imponál, aki jól főz. De hogy nem gondolom rólad, hogy ez az apoteózis a Steiner Kristinszágnak. Tehát, hogy te, aki színész voltál, mert hiszen játszottál egy tucat minőségi filmben, a Napfény izétől, nem tudom én már, a Sas Tamásnak már elfelejtettem, hogy mi volt az a címre. Rossz fiúk. Igen. Tehát, hogy olyan filmeket láttam, ez nem igaz, hogy én ezekre emlékszem, hogy te mit szerepeltél benne, emlékszem. De hogy amikor készültem a beszélgetésre, akkor látom, hogy elképesztő repertoárod van. Színészként is van egy jópofa novellás köteted, amit még akkor olvastam, amikor még intenzíven érdeklődtem, mert láttalak ott az én tanítványaim között, és megmaradt nekem ez a gangeszes gumimatrac, ugye? A gumimatrac. De örülök neki, igen. Hogy te jól is írni. Tehát, hogyha akkor író is lehetnél. De hogy ezért kérdezem, hogy most hol tartasz a 40. életévedben lépve, egy héttel a 39 elhagyása után. Mire tere arra szólsz onnan a kis görög félszigetedről? Hát az én esetemben mindig két részre oszlik a válasz ezzel kapcsolatban. Egyrészt figyelek arra, hogy az emberek mit szeretnének tőlem. Tehát ez nekem mindig egy nagyon jó indikáció arra vonatkozóan, hogy mi az irányom. Hogy én 14 évesen színész akartam lenni, ez volt az álmom. Viszont elkezdtem különböző dolgokkal foglalkozni, és úgy tűnt, hogy valamiért a színházaktól nem kapok elképesztő mennyiségű megkeresést, de a televízió bekerült az életembe. Utána elkezdtem a tévének dolgozni, egy mozis műsort és egy filmes műsort is vezettem, és egyszer csak elkezdtem felkéréseket kapni magazinoktól arra vonatkozóan, hogy írjak filmkritikákat és interjúkat színészekkel, rendezőkkel. És én ezt mindig egyfajta iránymutatásként értelmeztem. Tehát én mindig azt mondtam, hogy oké, lehet, hogy 6 évesen, nem tudom, Anglia királya szerettem volna lenni, de időközben eltelt idő, és figyelnem kell, hogy mi az, amire a környezetem kíváncsi. És én 12 éve vagyok vegán, körülbelül 10 évvel ezelőtt elkezdtem kettőtelésből vegán recepteket megosztani, és egyszer csak az emberek rácuppantak. És én azóta gyakorlatilag ezt az igényt szolgálom ki óriási örömmel és szeretettel, mert nekem ez abszolút szenvedélyem, imádok főzni, imádok enni, imádok vendégeket látni, imádok kommunikálni arról, hogy miket ettem és mások miket esznek, úgyhogy ez egyáltalán nem megterhelő számomra. Illetve a másik aspektus, amit említettem, hogy kettő van, az mindig az, hogy mihez van leginkább kedvem, és ebben a pillanatban érdekes módon a sok írás, a sok főzés és a sok különböző féle fajta szereplés mellett leginkább ahhoz van kedvem, hogy megtanuljak rendkívül kézzelfogható, materiális dolgokat véghez vinni, mint például kertészkedés normálisan, bár 2 éve vezetünk egy kertet, és nagyjából 20-25 időnként 30%-ban önállátóak vagyunk, de ezt nagyon szeretném följebb vinni. Imádnám, ha képes lennék egyedül házat építeni. Imádnám, hogyha képes lennék úgy felújítani egy házat, hogy mondjuk kizárólag az áram és a vízvezeték beszereléséhez kelljen embert hívnom, és minden mást én meg tudjak csinálni. Tehát most éppen szenvedély szempontjából ez az, ami leginkább vonz. És ugyanakkor azt gondolom, hogy van ez a bizonyos mondás, hogy egy seggel nem lehet megülni több lovat,
És én erre tényleg mindig azt mondom, hogy ez abszolút nem így van. Az ember leszállhat a lóról, és átszállhat egy veszpára, és utána beszállhat egy kocsiba, és utána gyalogolhat, és utána leülhet a tengerparton, és sok mindenre alkalmas. Úgyhogy leginkább azt mondanám, hogy merjünk sokfélék lenni abban, amik az álmaink, abban, amik inspirálnak és hajtanak minket előre, és én tényleg mindig ez jut eszembe, hogy az ember, az édesapámnak adott egy ultimátumot a nagyapám. Azt mondta, hogy okay, most befejezted az általános iskolát, most elmehetsz autószerelőnek, vagy mehetsz autószerelőnek tanulni, vagy találsz egy kétkezi munkát. És az apukám azt mondta, hogy de hát ennél sokkal több lehetőség van a világon. És ezt mindannyiunknak észben kell tartanunk, hogy tényleg a tehetségünk, a lehetőségeink, az inspiráció, az aktuális életkörülmények és az aktuális közeg mind meghatározza azt, hogy merre indulunk el. Gondoltad volna valaha magadról azt, hogy érdekelni fog, hogy tudsz te a saját kezeddel egy házat összehozni, kivéve az áramot meg a vízvezetéket? Hát nem. Nem, egyáltalán nem. Amikor Magyarországon éltem, akkor ez fel sem merült volna bennem soha. Londonban és Tel Avivban már egyre inkább, tehát ott azért egyre gyakrabban dolgoztam a kezemmel, és a kertészkedés, meg a növény és zöldségnevelés az mindig egy kicsit egyre jobban vonzott valamiért. Nagyon szeretem figyelni, ahogy a növények változnak. És én azon furcsa kertészek közé tartozom, akik nem csak azt szeretik figyelni, hogyha a növény tökéletesen működik, amit elvárunk tőle, hanem abból is tanulok, hogy most egy picit kókattabb, most egy picit sárgább, vajon miért van ez, akkor adok neki kevesebb, vagy több vizet, vagy napra, vagy szélesebb helyre teszem, és nagyon sokat tanulok a növényektől, de azt, hogy olyan irányú vágyam legyen, hogy tényleg, én tényleg ezen a ponton azt érzem, hogy talán a legnagyobb kvalitás egy ember életében az, hogy beszél nyelveket, tehát angolul minimum, hogy meg tudja értetni magát a lehető legtöbb emberrel, de minél több nyelven beszélünk, annál jobb. Illetve az, hogy a két kezünkkel meg tudunk oldani dolgokat, hogy ha valami történik egy házban, akkor nem kell arra gondolnunk, hogy úristen, most ki kell hívnom a szakembert, mikor jön, mennyit fog kérni. Érdekes világban élünk, mert tényleg ezen a ponton eljutottunk oda, hogy azok, akik, és most nem akarok elvenni semmit a PR és marketing szakemberek tekintélyéből, félreérzés ne essék, de hogy egy PR és marketing szakember ebben a pillanatban magasabb helyen áll a ranglétrán, mint valaki, aki tud csempét rakni, vagy üvegezni. És azért ez egy picit abszurd, ha belegondolunk. Látszik, hogy intenzív lakásfelújításon mentél keresztül a közösségben. Egy kicsit meghatározza a gondolkodásodat. Figyelj, a te férjed színész volt eredetileg, ugye? Ő hogy tud ebben lépést tartani vele? Ilyen boldogan építi a házat és csinálja a kertet? Vagy egyáltalán fontos az, hogy a környezetet hogyan alkalmazkodik ahhoz, amit neked éppen a kedved diktál? Nekem nagyon fontos, de nem a teljes környezetemre vonatkozóan. Nem várom el, hogy mindenki minden szinten azonosuljon velem, de a férjem esetében abszolút örülök annak, hogyha ő is ugyanolyan szenvedélyesen viszonyul a projektjeinkhez, mint én. És valóban ő színész volt, amikor megismertem. 5 évig volt az Izraeli Nemzeti Színházban, a Habimának az alkalmazásában, és tényleg nem azért mondom, mert az én férjem, de zseniális színész. Minden darabban láttam, és elfogulatlanul állíthatom, hogy nekem ő a Meryl Streep kategóriába esik, tényleg fantasztikus színész, bármit el tud játszani, és bármit el tud kitetni a színpadon.
és amikor elhatároztuk, hogy elköltözünk, akkor ő is nagyon izgatott volt, mert az a helyzet, hogy ő a színészet és a színház szerelmese, nem pedig az intézményesített színészet szerelmese. És főleg, ha valaki egy nemzeti színház alkalmazottja, akkor azért elég sok olyan, hát hogy is mondjam, apróság bekerül a képbe, amivel nem feltétlenül tud azonosulni. És most nem akarok túlságosan belemenni politikai magyarázatokba, de a helyzet az, hogy egy nemzeti színház általában a kormány által van finanszírozva, és sok olyan érdek, gondolkodásmód társul hozzá, amikor például neki el kellett menni olyan területekre tájelőadással, a színésztársaival, ami a nemzetközi egyezmény szerint nem Izrael területe. És ez nagyon nehéz volt nagyon sokaknak. És amikor valamelyik színész, egyetlen színész a társulatból azt mondta, hogy ő nem megy olyan helyre, ami a nemzetközi egyezmény szerint nem Izrael területe, akkor egy másik színésszel helyettesítették. És ez egy idő után, sok ilyen kompromisszum után eljutotta őt arra a pontra, hogy azt mondta, hogy a színészet nem erről szól. És amikor ide költöztünk, akkor ő azt mondta, hogy ő mindig színész marad, és biztos, hogy lesz lehetősége még arra, hogy játszon, de ebben a pillanatban azt szoktam mondani, és nagyon, nagyon őszintének tűnik, amikor ezt mondja, hogy neki minden színpad. Tehát az, hogy publikál, hogy ír, és a közös tevékenységünk is nagyon alapvetően összefonódott. Tehát a főzőkurzusainkat együtt tartjuk. Őszintén mondom, hogy azt hiszem, hogy a követőim egy jelentős része kb. Átnyergelt az ő oldalára, amit a legnagyobb büszkeséggel és szeretettel mondok, mert gyönyörűen ír, és 10 évvel fiatalabb nálam, és azt hiszem, hogy még olyasmi is van benne, ami bennem az évek elmúltával, tehát nekem emlékeztetnem kell magam arra, hogy mi az, ami például írásra ösztönöz. És tudom, hogy 10 évvel ezelőtt még ez nem így volt, még nem éltem át annyi mindent, hogy ne ösztönözzön minden írásra. És ő még abban van, és azt tudom mondani, tehát szerintem például bizonyos szempontból jobb író, mint én. Jó, mégis válaszoltál, csak azt akartam volna beidézni neked, hogy egy színészt eldugni egy 8 fős faluba, az nem vagyok biztos, hogy lehet, hogy nagyon jól szórakozik, és nagyon jól írja a blogját, vagy nem tudom, közös produkciókat hoztok létre, meg együttműködik veled a szakácskönyvek létrehozásában, de egy színésznek azért én úgy képzelem, hogy más a dolga, és hogy a nyilvánosság, ami neked nagyon megvolt az életedben, az egy nálad 10 évvel fiatalabb embernek, aki a pályáján egész tart, lehet, hogy neki még kiárna egy adag a nyilvánosságból, amitől azért ezekkel a, mert Zoomon is nagyon jól lehet nyilván szerepelni, de ez nem ugyanaz a szereplés, mint amit a színészek szeretni szoktak. Legalábbis a pandémia által azt mondják most a színészek, hogy ők boldogtalanok. De ezek szerint a te férjed boldog. Vagy ez csak egy megtaló az életetekben, és akkor még mindenkinek lesz más is. Így van, tehát ebben a pillanatban boldog. Ha nem lenne boldog, akkor nem lennénk itt. Tehát én nem akarnám őt soha boldogtalannak látni, és soha nem kötelezném, vagy kérném olyan kötelezettségekre, ami neki kellemetlenséget, vagy szívfájdalmat okoz. De abban is bizonyos vagyok, hogy még lesz olyan helyzet az életünk. Tehát tényleg, ha ő azt mondaná nekem jövő héten, vagy jövőre, vagy 10 év múlva, hogy van egy lehetőség Tel Avivban, New Yorkban, Londonban, és most ő ezt szeretné, akkor nyilván azonnal úton lennénk. Tehát mi abszolút olyan típusú szimbiózisban élünk, hogy a kreatív szempontból 100%-osan kölcsönösen hasznos együttélésben élünk,
Viszont ugyanakkor individuumként abszolút megmaradtunk önmagunknak, és mind a ketten képesek vagyunk beszélni arról, hogy mi az, ami minket aktuálisan boldoggá és kiteljesedetté tesz. És egyébként a színházzal kapcsolatban még el akartam mondani, hogy mivel nekem is hiányzik alapvetően, és én is szeretek színészkedni, már az utóbbi években elindultunk egy új vonalon, amikor Tel Avivban az utolsó fél évben egy vendégházat vezettünk, egy gyönyörű ottomán épületben, egy hatalmas belmagasság, több szoba, és kitaláltuk, hogy miért nem csinálunk lakásszínházat. És a Nimi összerakott különböző Csehov darabokból egy előadást, és fantasztikus színészek társultak hozzánk, többek között az Izraeli Nemzeti Színházból, barátok, akikkel a Nimi együtt tanult az ottani színművészeti egyetemen, és elképesztő volt, tehát nagyjából talán 50-szer játszottuk az előadást. Én voltam kvázi Csehov, Anton, aki vezeti az embereket a házban, és minden egyes szobában egy másik Csehov darabból, egy másik jelenet elevenedett meg, de mindegyik, Nimi úgy írta meg, hogy mindegyik kapcsolódott egymáshoz, és volt, amelyik a fürdőszobában történt, és az emberek összepréselve álltak, hogy lássák a jelenetet, hogy mindez lehetséges. És különösen most a pandémia alatt azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mindannyian tudatosítsuk magunkban, hogy nem az egyetlen megszokott formátum az, aminek lennie kell, akármit is csinálunk a világban. Ha valaki főzni szeret, és mostantól kezdve egy kempinggázon kell csinálni azt, ott is meg tudja valósítani. És ha valaki színész, és mostantól kezdve ezt egy 22 négyzetméteres lakásban kell megvalósítania, ha meg akarja valósítani, és jó ötlete van, akkor meg tudja csinálni. Akartok ki gyereket? Bocsánat, hogy ilyen közvetlen, ezek, ami nem illik, csak most volt itt egy nagyon érdekes sztori, nem tudom mennyire kísértett figyelemmel Magyarországon, hogy egy válogatott focista, egy nagyszerű, olvastad, mert akkor nem mondom el az egészet. Igen. Idők azok tudják, egy válogatott focista, aki egyébként azt hiszem Lipcsében játszik, és mindenki bocsássa meg nekem, mert nőlétem, de a futball nem nagyon érdekel, ez az ügy érdeket, az nagyon erősen kiáll az egyenlőség ellen, illetve hát a magyar politikai vezetésnek a melegek örökbefogadási lehetőségeit ellehetetlenítő döntése ellen szólalt meg ez a focista és a felesége, aki a focista egyébként nagyon jelentékenyen 25 milliós összegekkel támogatott egy kisfiút, aki beteg volt, tehát hogy egyéb szociális érzékenységeinek is már sokszor adott teret. De most, tehát ilyen nyíltan politikai állásfoglalást nem lehetett, vagy nem szokott az ember meg sportolóktól, ilyen sportolóktól. És aztán mellé állt Rutka János, és ma egy fejleményben, egy ilyen nagyon hosszú és nagyon részletes cikkben, azon a VMN-en, amin te is szoktál publikálni, kifejtette a Gulácsi Pétert megtámogató, tehát a futballistát megtámogató álláspontját. És ez az egész számomra rendkívül lenyűgöző volt, és az a feltételezésem, hogyha láttad, akkor neked is, és innen jutott eszem, hogy megkérdezem, hogy egyébként ti fogadnátok-e örökbe gyereket, vagy egyéb módon akarnátok-e gyerekről gondoskodni. Hát még mielőtt a személyes aspektusára rátérnék, el kell mondanom, hogy én is nagyon izgatottan és abszolút odaadóan figyelem a magyarországi fejleményeket ezzel kapcsolatban, és felhívnám a figyelmet mindenki, tényleg azt gondolom, hogy erről mindenkinek tudnia kell, gondolom az emberek nagy része tud róla, de hogy van ez a család az család kampány, ami hashtagként működik Instagramon, Facebookon, bármilyen közösségi média felületen, és rengeteg cég, magánszemély, szervezet csatlakozik hozzá, és az egész tényleg kizárólag arról szól, hogy
itt nem kimondottan és kizárólag az LMBTQ emberekről van szó, hanem mindenkiről, aki nem abban a családmodellben él, ami apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó, ami fantasztikus és nagyon jó vagy gyerekkorban recitálni, de ennél sokkal többféle család létezik. És én nagyon fontosnak tartom azt, hogy erről beszéljünk ezen a ponton, mert sajnos a politika pontosan ugyanúgy működik, mint egy marketing kampány. Akik 2 évvel ezelőtt a migránsok voltak, azok ma az LMBTQ emberek. A következő kampány abszolút erre fog épülni. Az LMBTQ embereket pedofilokkal, perverzekkel azonosítani, és még mielőtt ez a kampány túl sok embernek átmossa az agyát, nagyon fontos, hogy nem csak homoszexuális, biszexuális, transzexuális emberek, hanem mindenki kiálljon amellett, hogy az embereknek szexualitástól, vallástól, származástól függetlenül azonos jogok járnak. És mindezt elmondva, a személyes kommentárom az, hogy igazából én nagyon szerettem volna gyereket körülbelül 25 éves koromban, az előző házasságomban, ami szintén egy fantasztikus kaland volt, és 9 évig tartott, és nagyon sokat köszönhetek neki a saját fejlődésem és a világ megismerésének szempontjából. Akkoriban nagyon szerettem volna gyereket, és ez a házasság tönkrement, és ma már nagyon örülök annak, hogy nem lett közös gyerekünk, mert úgy érzem, hogy nagyon sok minden, ami azóta történt, végtelenül fontos volt nekem, hogy ebben a formában megtörténjen. És mostanában úgy állok, én nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyok a gyerekekkel, tényleg Mimi is egyébként, tehát mi ketten gyerekekkel órákon keresztül tudunk játszani. A legtöbb barátunk gyerekének különleges viszonya van velünk, hihetetlenül örülnek, mikor megérkezünk. Van egy húgom, akivel állandóan együtt sütöttem, amikor Magyarországra látogattam. Tehát nekem nagyon sokat ad a gyerek energia körülöttem, viszont ebben a pillanatban én most éppen nem ragaszkodom hozzá, hogy gyerekem legyen. Ez nem von le semmit annak az értékéből, hogy akarom, szeretném és támogatom, hogy mindenkinek joga legyen gyereket örökbe fogadni, de én el tudom képzelni az életemet még egy pár évig gyerek nélkül. Oké. Egy másik elég személyes kérdés lenne az az, hogy azt olvastam, hogy volt egy baleseted, amikor egész pici voltál, magadra rántottál forró tejet, amit az édesanyád feltett valami polcra, és akkor ilyen rettenetes kórházi hetek következtek az életedben, és aztán nem sokkal később, de még szintén gyerekkorodban lett egy agyhártyagyulladásod. Tehát, hogy nagyon egy átlag gyerekhez képest azt hiszem, hogy sokat voltál kórházban, hogy ez meghatározta-e valamennyire a te felnőtt korodat, vagy ezekből kijöttél száraz lábbal ezekből a rossz élményekből, és simán kiheverted őket. Tehát változtatott-e rajta valamit ez az egész? Talán amit változtatott, az az, hogy egy sokkal elfogadóbb viszonyom lett az elmúlással kapcsolatban. És tudom, hogy ez egy tabu téma, mert az emberek nagy része nem szeret arról beszélni, hogy bármikor, bármelyik meghalhat, de ez az igazság. Tehát az emberi életünk véges, és soha nem tudhatjuk, hogy ki a következő, és valamiért az emberek ezt egy ilyen elképesztő tragédiának fogják fel, de én nem, én tényleg nem. És azt hiszem, hogy az, hogy nem fogom fel tragédiának, az nagyban köszönhető annak, hogy olyan sokszor majdnem meghaltam. És emlékszem, amikor
konkrétan az agyhártyagyulladással kórházban voltam, egy üvegfalú porteremben, ahol nem találkozhattam a szüleimmel, de még a porteremben sem feküdt senki, akkor tényleg egyértelműen felismertem azt, hogy az ember bizonyos helyzetekben csak magára számíthat. És hogy ez nem egy rossz dolog alapvetően. Tehát ilyenkor talán valaki eljut arra a következtetésre, hogy aj, mind egyedül vagyunk, milyen szomorú az élet, de én arra a következtetésre jutottam, hogy mindannyian magunk teremtjük a kis világunkat. És hogy ez megtörténhet egy üvegfalú porteremben is, és ez megtörténhet ott, ahol születtünk, úgyhogy soha nem hagyjuk el azt az utcát, és ez megtörténhet egy messzi-messzi helyen, ahova elsodort minket a szél, és mindenkinek a maga választása, hogy meddig engedi el saját magát. És ezt már gyerekkorodban, ez egy tulajdonképpen egy nagyon jó ilyen balansz, amit kialakítottál a fejedben, meg a létezéssel kapcsolatos egyensúly, vagy nem tudom micsoda, amit ezek szerint a betegségek kiváltottak belőled. Ezt tudtad tartani egész mostanáig? Tehát egész felnőtt korodra ez egy jellemző attitűd lett? És mi a helyzet az édesanyáddal, akivel azt lehetett olvasni, hogy nagyon speciálisan jó kapcsolatod volt, és elvesztetted őt viszonylag korán, ahhoz képest is, hogy ő is fiatal volt, és te se voltál még annyira érett a fiatalságra. Szóval, hogy ezzel mi? Ezzel is megbékéltél az ő meghalásával is? Nem volt mindig könnyű. Tehát azért szó sincs róla, hogy onnantól kezdve, 10 éves koromtól kezdve én teljes békében voltam mindenféle halállal, elmúlással, és a sanyarú sorssal, ami időnként az ember életébe befigyel. De azt hiszem, hogy edződtem hozzá. És volt időszak az életemben, közvetlenül az édesanyám halála után, ami a 20-as éveim elején ért, amikor abszolút elvesztettem a kontrollt, és azt se tudtam, hogy hol vagyok, és ki vagyok, és az, hogy az ember megtanul bizonyos dolgokat, szerintem nem jelenti azt, hogy állandóan tökéletes szinten kell tartanunk magunkat. Hogyha minden élethelyzetből, amikor egy nehézségen megyünk keresztül, azonnal eljutnánk a mindent lefedő, tökéletes megoldásra, akkor az életnek a továbbiakban nem lenne értelme. Úgyhogy nekem keresztül kellett mennem azon a mélyponton, és szörnyű volt. És tényleg tisztán emlékszem, amikor az anyukám meghalt, volt egy jó év, amikor szorongásoldókat szedtem, antidepresszánsokat szedtem, pszichiáterhez jártam. Emlékszem, hogy beléptem a pszichiáterhez, leültem a székre, megkérdezte, hogy hello, mi a probléma, és elkezdtem bőgni. Tehát, hogy én soha nem próbálom azt eladni, hogy én egész életemben egy végtelenül kiegyensúlyozott ember voltam. Ez hol volt ez a pszichiáteres jelenet? Melyik országban? Hát még a Lipótól, akkor még itt van. Magyarországon? Igen, igen, igen. Onnantól kezdve egyébként, hogy eloldoztál innen, soha többet nem voltak pszichés problémáid? De voltak. Én elég kendőzetlenül beszélek és írok erről, hogy nekem volt egy nagyon komoly étkezési zavarom, ami nagyon sokáig tartott. Mondhatni, hogy egy évtizeden keresztül tartott, és voltam anorexiás is, de nekem a fő probléma a bulimia volt, és a bulimiának is egy nagyon-nagyon rossz és nagyon mély állapota, amikor nem az történt, hogy egyszerűen azt hánytam ki, amit megettem, hanem hogy már csak azért ettem, hogy azt kihányjam, és ez utólag visszagondolva talán ahhoz kapcsolódik, hogy az ember nem bízik abban, hogy meg tud emészteni dolgokat. És ez fizikailag, illetve metafora szinten is értendő. Tehát, hogy egyszerűen állandóan erőltetjük azt, hogy nekem ezt meg kell értenem, ami történik velem,
most azonnal meg kell emésztenem az aktuális helyzetet, és az ételt, amit megettem, és nem bízik az ember ebben az isteni rendszerben, ami a testünk, ami az életünk, amihez viszont óriási türelem kell, hogy a dolgok kibontakozzanak, és hogy a testünk megemészze, és hogy egyensúlyba kerüljünk. És még amikor már Izraelbe költöztem, még akkor is komoly problémáim voltak az étkezési zavaraimmal. És a 30-as éveim elején egyre jobbá vált, és egyre inkább tudtam kontrollálni. A vegánság nagyon sokat segített, tehát az, hogy az étel nem kimondottan és kizárólag örömszerzésként volt jelen az életemben, hanem kapott egy extra értelmet, hogy milyen érdekeket szolgálok azzal, hogy én eszek, hogy milyen szavazatot teszek le azzal, hogy milyen ételt választok, ez már elindított egy úton. És egyébként bevallom őszintén, hogy a Nimivel való találkozásom, a férjemmel való találkozásom 5 évvel ezelőtt volt az, ami teljesen kihozott belőle, és érdekes módon neki is voltak étkezési zavarai. Nem ugyanilyen, és nem ugyanezen ment keresztül, de mind a kettőnek ismerős volt ez a helyzet. És amióta együtt vagyunk, azóta egyszerűen nem tudjuk, néha beszélgetünk erről, és visszagondolunk rá, hogy voltunk pontosan abban a helyzetben. És tényleg, ahogy mondtam, az embernek el kell jutni arra a pontra, hogy bízik abban, hogy minden rendben lesz, és vannak dolgok, amiket nem lehet sietetni. És az, hogy az embernek hogyan alakul a teste, vagy a sorsa, mind a kettő azonos kategória. Neked a gyerekkorod egyébként teljesen harmonikusan telt, mert amiket lehet tudni a buddhista szülőkről, hát azért az a 70-es évek Magyarországán az viszonylag extrémnek számít. És azért így az a benyomásom, hogy nem hétköznapi gyerekkorod volt neked. Nem olyan, mint az én fiam, mondjuk. Semmiképp nem hétköznapi. Távol állt a hétköznapitól. A szüleim egy kicsit inkább a mai értékítéletet képviselték. Tehát az ő szüleik azért még eléggé abban voltak, hogy válasz szakmát, viselkedj úgy, hogy a szomszédság elfogadjon, és ők abszolút ellenementek mindennek, az édesanyám és az édesapám külön-külön is, együtt meg aztán végképp. Tehát apukám egy nagyon szegény családban nőtt fel, és nagyon fiatalon elhatározta, hogy nem akar olyan életet élni, amit a szülei, nagyszülei. Hollandiában disszidált, még a kommunizmus alatt illegálisan, elképesztően, hát, hogy is mondjam, nem konvencionális módon öltözködött. Az anyukámra ugyanez igaz, amikor találkoztak, akkor az anyukám éppen disszidálni készült Olaszországba, hogy táncos nő legyen, és találkoztak, volt néhány jó éjszakájuk, még azt sem mondhatom, hogy hihetetlenül szerelmesek lettek akkor még. Az anyukám terhes lett, ő úgy döntött, hogy megtart engem, az apukám pedig azt mondta, hogy hát figyelj, Kata, végül is azt csinálsz, amit akarsz, én nagyon bírlak, úgyhogy én addig is itt maradok, aztán ha úgy alakul, hogy nem mennek jól a dolgaink, én nem tudok olyasmit ígérni, hogy itt leszek, de nézzük, hogy mi lesz. És hát ez abba a helyzetben, nem is tudom, hogy fogalmazzak igazából, ez valahol egy sorsszerű dolog, de ugyanakkor én abban is hiszek, hogy az embernek saját választása van, úgyhogy ők maguk fordították a sorsokat abba az irányba, hogy hihetetlenül felelősségteljes szülők lettek. 2 éves voltam, amikor buddhisták lettek. A buddhizmusnak az alapvető gondolata az, hogy ne árts se saját magadnak és se másoknak, illetve az, hogy a karma törvénye mindannyiunkat érint, és hogy attól függően, hogy jót vagy rosszat teszünk ki a világba, ugyanez visszatér hozzánk.
és engem ebben a szellemben neveltek fel. És mindeközben, amíg a spirituális neveltetésem abszolút az elvárások felett volt, ugyanakkor semmiképpen nem voltak tradicionális szülők, tehát ha az anyukám éppen olyanja volt, akkor azt mondta, hogy figyelj, mi lenne, ha ma nem mennél suliba, és kimennénk az IKEA-ba. Vagy azt mondta az apukám, hogy én most 3 hétre leköltözök a pincébe meditálni. Tehát, hogy nálunk ilyenek simán előfordultak, és én számomra ez a mai napig egy csodálatos, egy privilégium gyermekkornak tűnik. Tehát én semmiképpen nem kívánom azt, hogy az én szüleim normálisabbak lettek volna. Ezek szerint egyébként sokkal kiegyensúlyozottabb fiatal felnőtt lettél, tehát amikor neked vállalnod kellett azt, hogy az identitásod, mondjuk a szexuális identitásod más, mint a többségé, addigra te már olyan mértékben voltál ura saját magadnak ettől a nevezéstől, kérdezem én, vagy állítom egy kicsit, hogy ezt ettől magabiztosan tudtad vállalni, és valahogy én azt tapasztaltam akkor, mikor megismertelek, hogy az nem volt kétséges, hogy téged elfogadnak. Tehát, hogy valahogy nem lehetett téged nem elfogadni. Ez volt az én benyomásom, ez illúzió, neked harcolnod kellett, és nagy vállalás volt ez, amikor te... Nem volt igazán nagy vállalat. Az volt nehéz, amíg én magam eljutottam odáig, hogy elmeséljem a szüleimnek a helyzetet, mert azért eltelt egy jó pár hónap, amikor én már tudtam, volt egy párom, aki, hát én voltam 15, ő volt, ha jól emlékszem, 26, úgyhogy 11 évvel idősebb volt nálam, és szerelmesek voltunk egymásba, és volt, hogy nála töltöttem éjszakákat, és emlékszem, hogy annyira rosszul esett hazudni a szüleimnek, és annyira fájdalmas volt nekem az, hogy nem mesélhetem el nekik azt, hogy én milyen boldog vagyok, amikor mind a kettőjükkel, de akkoriban különösen az édesanyámmal annyira szoros kapcsolatban voltunk, hogy mindent megosztottunk egymással, és eltelt néhány hét, talán egy hónap, és leültettem őket, és elmondtam nekik, hogy mi a helyzet. Azt mondtam nekik, hogy nem az a hír, hogy meleg vagyok, hanem az, hogy van egy párom, akit szeretnék bemutatni nekik, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy senkinek nem kötelező előállni azzal, hogy én homoszexuális vagyok, én biszexuális vagyok, én transzexuális vagyok. Mindenkinek ez a saját idejében, ő maga kell, hogy tudja, hogy mi az a pont, amikor a körülmények alkalmasak arra, hogy ő ezzel előálljon. És nekem ez volt az, amikor úgy éreztem, hogy nem akarok két életet élni, nem akarom átverni a szüleimet. És amikor elmondtam nekik, az apukám nagyon könnyen vette, ő azt mondta, hogy az életben nagyon sokféle emberrel találkozott, és számára ebben semmi újdonság vagy meglepő nincsen. Az anyukámnak egy picit nehezebb volt eleinte, ő azt mondta, hogy kicsit sírdogált, és utána megkérdezte, hogy és mi van, hogyha megtiltom, hogy találkozz vele. És még egyszer, 15 éves voltam, tehát azokat a szülőket is megértem, akik úgy érzik, hogy ez kibukik belőlük, mert ha nekem lenne 15 éves gyerekem, aki egy 26 évesen randizik, lehet, hogy én is kibuknék. Így van. Igen. Mindegy, hogy az fiú vagy lány. Pontosan, így van. És megkérdezte tőlem, hogy mi van, ha megtiltom, és azt mondtam neki, hogy hát ez olyan, mint hogyha megtiltanád, hogy lélegezzek. És hogy ezt nem lehet megtiltani egy embernek. És eltelt egy-két nap, talán egy-két hét is, de a vége az lett, hogy én ezzel a párommal 7 hónapig voltam együtt, ami 15 évesen szerintem nagy eredmény, és az anyukám együtt járt vásárolni a vásárcsarnokba az akkori párommal, és
titokban cigiztek, mert az apukám akkor már nem cigizett, és az anyukám néha felhívta, hogy Laci, elszívunk egy cigit. Úgyhogy végérvényesen nagyon-nagyon szerencsés volt a családomban az elfogadás, és a barátaim körében is. Egy olyan barátomban, akit elvesztettem, amikor coming out-oltam, és a mai napig nem tudom, hogy mi van vele, hol van, mit csinál, de ő egyszerűen eltűnt az életemből akkor, amikor úgy döntöttem, hogy nem fogok szégyenkezni ezen. Erről egy nagy ugrással az jutott eszembe, hogy azt olvastam itt a VF-ben, hogy a barátsággal kapcsolatban neked milyen álláspontjaid vannak, hogy nem szólsz valakihez évekig, és aztán ráküldesz egy hangfosztlányt, amit a kedvenc dalotokból fölveszel és rögzítesz, de az hihetetlen módon profin kezeltette a social médiát már akkor is, amikor még ez nem volt általános. Tehát, hogy valamiért neked ehhez speciális érzéked van, nem? Én nagyon-nagyon nagyra tartom a közösségi médiát. Elsősorban azért, amit már korábban említettem, hogy én még mindig egy olyan generációba csöppentem bele, ahol mások dönthették el, hogy az én hangom alkalmas-e arra, hogy én a rádióban megszólaljak. És én még, amikor a tévéhez kerültem, mi még mindig jártunk kurzusokra, ahol minket arra tanítottak, hogy ezen a hangon beszéljünk, mert mindenkinek ezen a hangon kell beszélni, aki megszólal a médiában. És én meg mindig úgy éreztem, hogy én nem akarok ezen a hangon beszélni, és miért kéne nekem ugyanúgy hangzani, mint mindenki másnak? És hát őszintén szólva, én végig azt éreztem, hogy ez egyfajta természetes folyamat. Tehát nekem a közösségi média azt jelentette elsősorban, hogy ezek az emberek, akik ülnek a trónusaikon, és eldöntik azt, hogy te elég jó vagy-e ahhoz, hogy megszólítsd az embereket, most hirtelen kénytelenek egy picit hátralépni, és az emberek magukért beszélnek, és majd az emberek, akik követik őket a közösségi médián, eldöntik, hogy valóban alkalmasak-e arra, hogy ők példaképnek, vagy inspirációnak, vagy egyszerűen olvasnivalónak tekintsék őket. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy jó elégtétel, illetve egyébként én is folyamatosan tanulok a közösségi médiáról, tehát függetlenül attól, hogy tényleg nagyon régóta benne vagyok, és legyen szó az Instagramról, vagy a Facebookról, elég korán csatlakoztam hozzá, de én például nagyon sokat tanulok arról, hogy én nem szeretem pont úgy csinálni, mint bárki más. Tehát az emberek nagy része, ha megkérdezünk egy social media tanácsadót, akinek ez a szakmája, azt fogja mondani, hogy ne írjunk túl hosszan a közösségi platformokon, mert az emberek manapság nem szeretnek olvasni. És a képhez egy rövid, gag-szerű írás mellékeljünk, és én magam is tapasztalom, hogy egyébként többen lájkolják, és többen osztják meg, ha ez így működik. De én ezt nem tudom így csinálni. Én nem azért vagyok a közösségi médián, hogy írjak egy poénos mondatot, amit utána 100 000-en megosztanak, hanem azért, hogy leírjam 2500 karakterben, hogy mit gondolok a házasságról, halálról, Purimról, Görögországról, bármiről, és akinek türelme van ezt elolvasni, azt szeretettel látom a közösségi oldalaimon, akinek pedig nem, annak nem kell követnie. Tehát ezért ezt is elég öntörvényi módon csinálom. És akiket meg te fölkeresel a közösségi oldalain, és kommentelsz neki kéretlenül mindenféléket, ami csak éppen hirtelen az agyakban felszikrázik, azért sokkal társadalmilag érzékenyebb és közélet iránt aktívabb embert mutat, mint amit így elsőre feltételeznék. Mert hiszen azt gondolnám, hogy egy csomó minden érdekel, ami a popkultúrával kapcsolatos, meg most már azt is megtanultam, hogy házat is, tehát ami a kézzel fogható, hogy egy kicsit paradigma váltódót ad te fejedbe, de azért téged nagyon is érdekel az, hogy mi történik Magyarországon. Ebből két kérdés adódik így
mikor már lassanként a végére járunk ennek a beszélgetésnek, hogy mennyire maradt meg neked a magyar identitásod, mert hiszen magyar dolgokra reflektálsz, amivel neked nem kéne foglalkozni, hogy elégetik-e a könyvet, vagy nem égetik el, és nem tudod megállni, hogy ne szólj. És nem hiszem, hogy azért, mert éppen olyan tárgyú könyvet égetek el. Hogy nem hiszem, hogy az érdeklődés speciális, és ezért szólalsz meg, hanem azt gondolom, hogy ami böki a csőrödet társadalmi ügyekben, ott neked beszélhetnéket támad. Ez abszolút 100%-ban így van. Amikor kritizálok valamit Magyarországon, vagy akár Izraelben, vagy akár Görögországban, nagyon sokszor megkapom azt a hozzászólást, hogy te mit kritizálsz, neked ehhez nincs jogod, mert már elmentél innen, mert még csak most érkeztél, mert nem vagy igazi izraeli, magyar, görög, mindegy. De én azt gondolom, hogy az ember szeretete egy ország iránt egyáltalán nem abban mutatkozik meg, hogy soha nem kritizálja azt, sőt épp ellenkezőleg, hogyha én aggódom azokért az emberekért, akik azon a földön élnek, aggódom ott a demokráciáért, aggódom azért, hogy milyen értékrendben nőnek fel a gyerekek, akkor az azt kell, hogy jelentse, hogy én szeretem ezt az országot. És ez tényleg szívemmel, lelkemmel tudom mondani, még az agyammal is tudom mondani, hogy szeretem Magyarországot, és soha nem fogok elszakadni tőle. Intenzívebb dolog, ami mindig Magyarországhoz köt, az az akcentusom. És néha megkapom, hogy milyen nehéz magyar akcentussal beszélek, akár angolul, akár magyarul, és mindig elmondom, hogy de én ezen egyáltalán nem szeretnék változtatni. Én magyar vagyok, és az én angolom és héberem az nem azért született meg, hogy úgy csináljak, mintha izraeli lennék, vagy Oxfordban tanultam volna, hanem azért, hogy kommunikálni tudjak az emberekkel, semmi más nem motivál a nyelvtanulásban, de miért akarnék másképp hangzani? És ez nem csak az akcentusra igaz, hanem a gyökereimre. Én mindig fontosnak fogom tartani Magyarországot, mindig reflektálni fogok arra, ami ott történik. Akkor is most éppen tényleg nyár óta nem voltam, ilyen régóta, nem is tudom, mi volt az utolsó alkalom, amikor nem tudtam Magyarországra menni ilyen sok ideig, és mégis elolvasom a híreket, követem a hírportálokat, különböző oldalakról tájékozódom, nem egyféle forrásból, és igen, nagyon szeretek trollkodni, úgymond, hogy kedvesen, előremutató kommunikációval meglátogatni honlapokat, és felvetni beszélgetésnek olyan alapokat, amik egy picit megmutatják azt, hogy mennyire tud működni a kommunikáció különféleképpen gondolkodó emberek között. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes tanulmány, és ahogy említetted az elején, valóban Duró Dóra Facebook oldala, a Fidesz Facebook oldala, mindkettő olyan volt, hogy én tényleg a legnagyobb megértéssel, a beszélgetés izgatottsága nem lehetett volna nagyobb és udvariasabb, és egyszerűen három hozzászólás után töröltek. Tehát úgy látszik, hogy sajnos nem mindenhol az a cél, hogy konklúziók szülessenek, hogy jobban megismerjük egymást, hanem sajnos bizonyos helyeken egyszerűen az a cél, hogy a szakadékokat mélyítsük. És ebben sajnos nem tudok részt venni. Sem Magyarországon, sem Izraelben, sem bárhol máshol a világban. Most már csak apró részletkérdések vannak. Be vagy szarva a vírustól? Nem, őszintén szólva. Be vagyok szarva attól, hogy mások betegek lesznek, és be vagyok szarva attól legfőképpen, hogy emberek magukra maradnak, különösen az idős emberekre gondolok, akikről nem gondoskodunk megfelelően társadalmi szinten, és nekem egy nagyon különös helyen van a szívemben azoknak az embereknek, akik túl vannak az életük telén. Mindig
óriási szeretettel kommunikáltam az idősebbekkel, és a legtöbb barátunk itt a faluban egyébként 70 év körül van, és tényleg nem hiszek ezekben a generációs különbségekben. De ami engem illet, ami minket illet, mi nagyon jól vagyunk. Tényleg ebben a 8 fős faluban hetente egyszer járunk ki vásárolni a közeli kisvárosba, ahol szintén nagyon kevesen élnek, minden esetben maszkot viselünk. Ami egy picit kétségbe ejt, és ami elgondolkodtat, az egyrészt a szabályrendszer, amihez alkalmazkodnunk kell, ami nem minden esetben tűnik racionálisnak és következetesnek. Másfelől, ami nehézséget okoz, az, hogy mennyire nem lehet tudni, hogy ennek mikor lesz kifutása, és hogy mikorra tudunk tervezni valami mást. De a második felvetésemmel kapcsolatban úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez egy picit jót is tesz az emberi természetnek, hogy egy picit a jelenleg koncentrálunk, a mai napra koncentrálunk, nem azt várjuk, hogy vajon mi lesz, mit tehetek majd jövő héten, jövő hónapban. Ami pedig a szabályrendszereket illeti, annak is megvan a pozitív aspektusa, talán leginkább az, hogy mindannyian elgondolkodunk azon, hogy amiben élünk, az a rendszer, az mennyire hasonlít ahhoz, amit valamikor régen demokráciának hívtak. Ez annyira tökéletes végszó, hogy nincs is tulajdonképpen most már olyan nagyon képem ahhoz, hogy föltegyem, pedig a végére tartogattam desszertnek Zsófi kérdését, Sobogyi Zsófi, akit már szóba hoztam, és akiért nagyon lelkesedtél, amikor a kivonulás feszegetését képbe, hogy ha az életed filmjének következne a levetítés, akkor milyen címen menne az életed filmje? Ő egy kicsit sikeresebben fogalmazta meg, de a végére ezt hoztam belőle össze. Húha! Egyáltalán hol tartunk az életed filmjében, a közepén? Hát ezt én soha nem tudnám megmondani, mert nagyon őszintén mondom, hogyha ne adj Isten, miután elbúcsúzunk, kapnék egy szívinfarktust, vagy egy agyvérzést, akkor simán kerek lenne a film. Tehát tényleg abszolút végigmentem mindazon, amin úgy éreztem, hogy feltétlenül kell, és semmiféle... Jól vagy, és boldog vagy. Igen, de ugyanakkor soha nem, tehát simán lehet, hogy 100 évig fogok élni, és még annyi minden vár rám, és lehet, hogy most azt hiszem, hogy annyi mindent értek, de ugyanakkor semmit sem tudok, még ez is simán kiderülhet. Úgyhogy az életem filmjének a címe talán az lenne, hogy... Na mi? Hát... Hűha, ez egy nehéz kérdés. Hát ott, Zsófi, mit műveltél vele? Percek gondolkodásra erőszakoljuk rá. Lehet, hogy azt mondanám rá most ebben a pillanatban, ha muszáj mondanom valamit, amit általában a forgatókönyvek, bármilyen projektnek az elején szoktak írni, amikor még nem adnak neki címet, azt írnám rá, hogy munkacím. Hát akkor munkacím. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Mennyire tudsz már görögül? Szigá, lassan. A kaják nagyon jól mennek. Bármit tudok rendelni tavernában. És hát az ilyen egyszerű kis beszélgetések reggel, amikor meglátjuk egymást, és köszönünk egymásnak, de az eredeti tervem az volt, hogy minden nap megtanulok 5 görög szót, és ehhez azért nem sikerült ragaszkodnom. Úgyhogy remélem, hogy a következő időszakban picit elkötelezettebb tudok lenni. De ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a Hébert 10 év alatt úgy tanultam meg, hogy
hogy egyáltalán soha nem volt tanárom. Tehát igazából egy körülbelül 3-4 év után elkezd ráragadni az emberre a nyelv, a 7. év után egyszerűen elkezd megszólalni, tehát nem tudja magában tartani a nyelvet többé, és ugye a 10. évre szerintem bármilyen közegben megtanul az ember bármilyen nyelvet. Most 2 éve vagyunk Görögországban, úgyhogy 8 év múlva képzesz rá. Rendben van, de írni, olvasni is, sics úgy megtanultál? Mert azért ki tudod választani a helyeket, ahol az írás az nem olyan nagyon egyszerű. Héberül? Uh-huh. Nem. Nagyon lassan olvasok, és írni pedig csak másolni tudom a betűket. Tehát én bárhol megértetem magam, mindenhol megértem a beszélgetésnek a kontextusát, de nyelvtanilag nem beszélek teljesen helyesen, és olvasni, hát szerintem olyan, ugye egy 7 éves gyerek szintjén körülbelül tudom olvasni a hébert, de mivel tényleg nem volt, ez lehet, hogy nem fog túl jól hangzani bizonyos embereknek, akik még Izraelben néha a bankban is azt mondták nekem, amikor azt mondtam, hogy can I ask how much money I have in my account, akkor azt mondták, hogy is it Israel? Izraelben héberül beszélünk. Lehet, hogy ennek nem fog mindenki örülni, de nekem nem volt különösebb célom tökéletes hébert megtanulni, sőt, addig éreztem magam legjobban az országban, amíg nem értettem, hogy az emberek miről panaszkodnak folyamatosan egymásnak, meg hogy mind veszekszenek. Tehát az egy nagyon tényleg egy kiváltságos helyzet, amikor egy országban élhetünk, ahol mindenki barátságosnak tűnik, mert nem értjük hajszál pontosan, hogy miről beszélnek. Figyelj, Kristóf, lehet, hogy Magyarországról is ezért mentél el, hogy már eleged volt abban. Érteted, hogy miről beszélünk? Lehetséges, elképzelhető. Azt hiszem, hogy a túl mélyre merülünk egy ország társadalmi problémáiban, akkor egy ponton megértjük, hogy hogyan tudjuk ezt segíteni, és egy ponton talán azt is megértjük, hogy úgy is tudjuk segíteni, hogyha nem vagyunk a nap 24 órájában, a 7 napján ott. De tényleg, én nem gondolom, hogy lemondtam volna bármelyik országról, ahol eddig éltem, és azt se gondolom, hogy nem lesznek még olyan helyzetek, amikor én életvitelszerűen ott találom magam. Simán lehet, hogy még élni fogok Magyarországon, elnézést, hogy kiábrándítok néhány ember. Simán lehet, hogy visszamegyek Izraelbe, vigyázzatok! Úgyhogy meglátjuk. Oké, ez lesz a végszó. Meglátjuk, ez egy nagyon jó cím a filmnek. Meglátjuk, ez lesz az életem filmjének címe. Na, kikerekedett a film címe is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy beszélhettünk. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, szuper volt. Nagyon élveztem, és mindenkinek köszönöm, hogy velünk voltatok. Szevasztok, és remélem azoknak, akik Steiner Kristóf rajongók, egy kis vidámság be volt lopva a végére, hogy még az sem kizárt, hogy egyszer Magyarországon fogjuk. Nem zárt. Tehát akkor köszönjük a figyelmet, és viszontlátásra.